Mindenkinek lehetősége van felújítani a háza előtti járdaszakaszt, ráadásul az önkormányzat adja a szükséges alapanyagokat. A járda projekt 2016 óta működik Bátaszéken, ennek segítségével éves szinten közel 30-50 ház előtt újulhat meg a gyalogút. Önkormányzatunk nagyon-nagyon fontosnak tartotta már az elmúlt ciklusban is, hogy a település járdáinak felújítását próbáljuk megoldani. Nem egy egyszerű feladat, hiszen több mint 30 kilométernyi járdáról beszélünk. Ezért azt lehet mondani, hogy két úton indultunk el. Egyrészt önkormányzati beruházások keretében azokat a fontosabb és forgalmasabb járdaszakaszokat újítottuk föl, amelyekben a lakosságot nem tudtuk bevonni. Ilyen volt például a Nyéki utcának egy szakasza, de a Bezeréd utcában is újítottunk föl járdát, a Babics játszótér környékén is újítottunk föl járdát, szakaszokat. Itt az önkormányzat volt a megrendelés, az önkormányzat gazdasági társaságával végeztettük el a feladatot. És 2016 óta egy lakossági járdaépítési programot is hirdetünk minden esztendőben, amikor is a képviselőtestület a költségvetés összeállításakor meghatároz egy keretet, jelen esetben 2020-ban ez 1,5 millió forint, amelyre gyakorlatilag a lakosság nyújthat be kérelmet. 2020-ban azok az ingatlan tulajdonosok nyújthatnak be kérelmet, akiknek az ingatlan előtt a járdaszakasz legalább 50%-os mértékben megrongálódott, rossz állapotban van. Ebben az esetben a kérelem benyújtását megvizsgálják a városüzemeltetési iroda dolgozói, és amennyiben úgy ítélik meg, hogy a kérelemben foglaltak valósak, akkor mi az anyagköltséget biztosítjuk a járda felújításhoz, nevezetesen sódert és cementet, vagy adott esetben járdalapot, és a munkálatokat pedig kérjük, hogy az ingatlan tulajdonosa végezze el. Ezzel próbáljuk egy kicsit kezelni a helyzetet, és a város járdáit megújítani az elkövetkezendő időszakban is. Természetesen, ha a költségvetés lehetőséget biztosít, akkor a város tovább folytatja az önerős programjait, azaz, hogy a frekventált helyeken, olyan helyeken, mint például orvosi rendelő, vagy más intézmények előtt, a saját gazdasági társaságunk bevonásával próbálunk majd járdaszakaszok felújítására forrás biztosítani. Ha egy utcában több olyan lakóingatlan is van, ami előtt rossz állapotban van a járda, és a tulajdonosok beadják a kérelmüket, akkor az egységesebb látkép érdekében az önkormányzata munkálatokban is segítséget nyújt. Segítünk a magassági vonalvezetésben, tehát a kitűzésekben is, hogy valóban olyan műszaki állapotban tudjon a járdaszakasz megvalósulni, ami egyrészt a sikosságmentesítést segíti, és a balesetmentes közlekedést. Az idén valószínűleg a vírushelyzet miatt kevesen adták be még a kérelmüket, ezért a hivatal meghosszabbította a beadási határidőt június 30-ig. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt lehet elmondani, hogy 30 és 50 ingatlan között mozog azoknak a járdaszakaszoknak a felújítása, amelyek ebb programból megvalósíthatók. Idén még egy kicsit nem indult be az élet, ha szabad így fogalmazni, ezért is hosszabbítottuk meg, mert egyébként május 31-ig lehetett benyújtani a kérelmeket, most június 30-áig meghosszabbítottuk a kérelmek benyújtásának határidejét. Bízunk benne, hogy többen élnek a lehetőséggel, és akkor megint egy 30-50 ingatlan előtt meg tud újulni a város járdaszakasza.